A munkálatok a megfelelő tervezéssel kezdődnek. Elengedhetetlen, hogy a kiválasztott tüzelőberendezéshez a megfelelő kémény épüljön föl. Egy szakértő bevonása garantálja, hogy a legmegfelelőbb megoldást kapja. Forduljon bizalommal online szaktanácsadóinkhoz. A Leyer kémények az ország egész területén díjmentesen kerülnek az építési címre. A kiszállított egységcsomag az előzetes tervezés alapján meghatározott típusú, átmérőjű és magasságú kémény összes tartozékát tartalmazza, így a leszállított kéménnyel azonnal megkezdődhet a munka. Az egységcsomag a kémény építéséhez elengedhetetlen alkatrészeket és kiegészítőket tartalmazza, mint például a képekkel illusztrált és az építéshez hasznos információkat közlő beépítési útmutató. Fontos, hogy az építés megkezdése előtt ellenőrizzük a kémény nyomvonalának szabad átjárhatóságát. Leyer kéményünket a mellékelt útmutatót követve, akár saját kezüleg is megépíthetjük. A kéményt mindig megfelelő szilárdságú alapról indítsuk. A kéményköppenyeket HF 50 minőségű falazó habarccsal kell építeni, amelyet a habarcs gyártója által előírt módon a megfelelő állagúra keverjük. A megfelelő nyomószilárdságú habarcs különösen fontos a nagyméretű, magas kéményeknél. A kémény kezdő eleme a víz kivezető elem, mely vékony habarcs ágyra ültetve a végleges padlószintre kerül. Ennek az alkatrésznek a feladata, hogy összegyűjtse és elvezesse a kéménybe keletkezett kondenzátumot, vagy a csapadék formájában a kéménybe jutó vizet. A kéményköpenyeken a szükséges kivágásokat gyémánt megmunkáló szerszámmal alakítsuk ki. A vízkivezetést hozzáférhetően karbantarthatóan kell kialakítani. A legbiztosabb és legkényelmesebb megoldás, ha a vízkivezetőt a csatorna közműhálózathoz csatlakoztatjuk, ha ez nem megoldható, akkor úgy kell kialakítani, hogy szükség esetén a vízkivezető elemben felgyülemlett víz leereszthető legyen. A habarcs felhordásához használjuk a falazó sablont, így elkerülhetjük, hogy a lehulló anyag az elkészült kürtőbe hulljon. A kéményen ellenőrző és tisztítási lehetőséget kell biztosítani. A kerámia elemeket speciális ragasztóanyaggal illesztjük össze. A por alapú ragasztót a csomagolásán feltüntetett keverési arány szerint keverjük vízzel. Fontos, hogy ezt az arányt mindig tartsuk. Amennyiben a ragasztó állaga nem megfelelő, keverjük addig, amíg a szükséges konzisztencia ki nem alakul. Vizes szivaccsal tisztítsuk meg a ragasztandó felületet, majd spaklival hordjuk fel a ragasztót a cső belső és külső felületén. A kinyomódott ragasztó felesleget vizes szivaccsal töröljük le. A habarcsot 8-10 mm vastagságban hordjuk fel a kéményköppeny élére, így a képlékeny habarcs lehetősége biztosít a szintezéshez. Ezzel a módszerrel tudunk tökéletesen függőleges kürtőt építeni. A Smart kémény szigetelése a füstcső csatlakozótól indul. Ezért a csatlakozó elem alatti kéményköppeny élére szigeteléstartó füleket helyezünk. Leendő tüzelőberendezésünk a füstcső csatlakozón keresztül csatlakozik majd a kéményhez. Magasságának és irányának meghatározása fontos gépész feladat, melyet még a kémény megépítése előtt meg kell határozni. A szigetelő lapot a füstcső csatlakozó keret körül az alapcsomagban található fűrészlappal formára szabjuk. A füstcső csatlakozó választható opciói: 90 fokos, 45 fokos, cserépkája csatlakozó. A füstcső csatlakozó után a zárt szakasz építése következik, mely az eddig elvégzett műveletek ismétléséből áll, amíg a kívánt magasságot el nem ér. Vagyis habarcs felhordás, kéményköppeny elhelyezés, szigetelés elhelyezés, ragasztóanyag felhordás a csőre, cső elhelyezés, végül a felesleges ragasztó eltávolítása a nedves szivaccsal. És így tovább, amíg a kívánt magasságot el nem érjük. Fontos, a kéményt a födémsávba csak födém kiváltással lehet beépíteni. A megerősítést a kitorkolási ponthoz legközelebbi födém környezetében alakítjuk ki. A megerősítés kialakításához nyújt segítséget a kéményköppeny sarkaiban található megerősítő járat.
a járatokba helyezett és hígbetonnal körbeöntött betonvas biztosítja a kémény megfelelő stabilitását. A kéményt könnyű betonfetkővel zárjuk le. A fetkő típusát a kéményre kerülő burkolat vastagságától függően válasszuk ki. Felhelyezzük a fedlapot. Az utolsó kerámia cső hosszát úgy kell kialakítani, hogy mindig 1 cm-rel túllógjon a fedkő felső vonalán. A vágott felületre felhordjuk a torkolati kúp tömítőpasztát, végül a torkolati kúpot a helyére illesztjük. A vágott csőfelületnek a torkolati kúp szélével kell találkoznia. Ezek után helyezzük el az esővédő sapkát, ami megakadályozza a csapadék kéménybe jutását. Amennyiben a héjazat éghető anyagból készül, például zsindely vagy nád, kötelező szikrafogó alkatrészt is elhelyezni. Ragasszuk az adattáblát az ajtó belső oldalára. Rögzítsük a tisztító ajtót a kémény köpenyhez az egység csomagban található tiplik és csavarok segítségével. A belső ajtót az ajtóra szerelt rugón keresztül a külső ajtó szorítja majd a tisztító ajtó csatlakozóba. A szigetelőlapot a füstcső csatlakozó vízszintes ága körül az alapcsomagban található fűrészlappal formára szabjuk. Ügyeljünk arra, hogy a füstcső csatlakozó és a kéményköppen kivágása között legalább 1,5 cm széles dilatációs rés maradjon. A fatető szerkezet elemei és a kéményköppen között tartsunk 50 mm-es védőtávolságot. A kémény tetőség feletti és szabadon álló szakaszát víz és fagyálló burkolattal kell ellátni. A lejjer kéménye szakszerűen megépítve egy életre szól.